A múzeumból visszatérünk ide az Amadeusz kávézóba. Kérdezem, hogy mi is volt ez a bulváros orosháza? Hát ez is egy izgalmas kérdés. A bulváros orosháza egy hosszas vajudás eredménye volt. A múzeumok őszi fesztiváljára az intézményünk pályázott. És a pályázatban a történeti források feldolgozása az én feladványom volt, és úgy határoztam meg a pályázati anyagba, hogy a őszi fesztivál keretein belül három korszak eltérő forrásait fogjuk feldolgozni. Ugye a 18. századból is használtunk, ott elsősorban népmeséket, balladákat használtunk, 19. századból bírósági peranyagokat és egyebeket, és a 20. századból úgy gondoltam, hogy ha már ez a kutatási anyag adott, akkor használjuk fel ezeket az újságcikkeket arra, hogy a városunkról valami kis, hát részben mókás, sajnos néha egy kicsit tragikusabb képet tudjunk nyújtani. Az igyekeztük az előadásban inkább a mókásabb változatát visszaadni, ahogy a könyvben is inkább ezt az oldalát igyekeztem kihangsúlyozni. Csak hogy ehhez jöttek diákok a Táncsicsból, aminek most akkor van egy újabb aspektusa, hogy a diákokat bevezetni ebbe a korba, igen, ami helytörténet ismeretet is jelent. Igen, elsősorban a humán tagozatra vonatkozott az első anyagból. Aztán ugye csatlakoztak ehhez diákok, mert tetszett nekik, meg megkedvelték. Ami egy érdekes folyamatot indított el, tudnélék, a gyerekek elkezdtek ehhez vonzódni. Elkezdtek újra vonzódni a múzeumhoz. Számukra már nem azt jelenti a múzeumba bemenni, hogy jó, csöndbe kell maradni, és valami idegen számunkra kötelezővé tett feladatról beszélünk, hanem jó érzés bejönni, leülnek, beszélgetnek, tejázgatnak együtt, és közben próbálunk. Ami egyrésztről a helytörténetet test közelbe hozza számukra, tehát megélhetővé teszi ezeknek az újságcikkeknek a feldolgozása kapcsán. Látják, személyesen végigjátszák azokat, amit megtörténtek ezekkel az emberekkel, akik itt az őseik voltak, elődeik voltak ezen a településen. Illetve másrésztről pedig egy közösségi élményt nyújt számukra, amit a közös fellépés együttes öröme, vagy az együttes szervezése végig próbálása, végig tornázása jelent. Ami úgy gondolom, hogy hosszú ideje óta vajúdik ugye a gimnáziumban, hogy kellene újra csinálni egy ilyen színjátszó csoportot, és mostanában több lejátszódó kezdeményezés arra sarkalta igazgatórat a gimnáziumban, Blahó János igazgatórat, hogy szabad utat engedett, vagy engedjen a újrainduló elvégi színjátszó csoportnak, a színjátszó kezdeményezésnek. És mielőtt a tervekről beszélnénk, nézzük meg, hogy mi volt a véleményük a gyerekeknek. Az előadás előtt készült velük interjú. Ugye most fogjuk előadni a 30-as évekbeli kávéházi jelenteket. A Betyári életből volt a múltkori előadás. Az az előtti meg egy régi fonóban játszózott, de azt pontosan nem tudom, hogy mikor. 1800-as években is szerintem így folyamatosan haladtunk a korokkal, egészen az 1800-as évekbelitől a Betyár korszakig, és most elértünk az 1930-as évekig. Tanár úr szólt szeptemberben, hogy lenne egy előadás, és szedjünk össze az osztályból vállalkozó gyerekeket, tehát már ifjú tinédzsereket. Hát én nagyon szívesen jöttem, meg nagyon-nagyon hangulatosak voltak ezek a próbák, és jó volt az egész. Ebből a korból mi az, amit nem tudtál, és most ez a játék, ez a tanulási folyamat révén tudtál meg? Hát abszolút ismeretlen volt az egész. Ebben a korban még nem voltam annyira tájékozott, de most már így az előadás sorozat kapcsán most már így sikerült mert információt szerezni. Nagyon szépen beléd Karol egy hölgy. Ő mit tanult erről a korról? Hát erről a korról igazából mindent megtanultunk, amit eddig nem tudtunk. Milyen gyakran van rajtad ilyen ruha, meg ennyi smink? Hát ilyen ruha nem sokszor van, de ennyi smink azért, hát ennyi nem, de szokott smink rajtam lenni, de ilyen ruha az nem. Miről szól a szöveged? Volt a Sós Jóska, neki hát eléggé szerette a szeszt, és volt egy-két sztoria, például biciklivel, például kiverte az ablakot. Szerintem az egyik legviccesebb történet ezek közül a letartóztatatjuk volt.
egy tyúk felszállt a fa tetejére, és letartóztatták amiatt, mert letojta az embereket, akik ott mentek az utcán, és ezért bevitték a, nem is tudom, a bíróságra, vagy valahova. Van-e szerelmi sztori? Van, hogy ne lenne. A műsor végén hallhatunk majd dalokat, amelyeket egyik kedves kockás inges lány fog elénekelni nekünk, és abban verseket is fogunk mondani, amik így párba lesznek majd, tehát fiú-lánynak mondja, a lány fiúnak, és hát jó lesz. Mennyiben másabb a szerelem a 30-as években szerinted, mint ma? Teljesen másmilyen, mert sokkal tiszteltudóbban viselkedtek a férfiak a hölgyekkel. A lányok is sokkal szemérvesebbek voltak, tehát így kacérkodtak ugyan a lányok a fiúkkal, de azért nem olyan nyíltan, mint manapság. Szerinted mennyiben volt másabb lánynak lenni a 30-as években, mint ma? Szerintem sokkal jobb volt az akkori lányoknak, mert sokkal többet foglalkoztak velük a fiúk, többet udvaroltak nekik, és sokkal jobban kiszolgálták őket, mint most. Van-e folytatás? Mik a tervek ilyen téren? Hát a folytatás az most, hogy a könyvemutatóhoz kapcsolódóan lesz egy újabb kis műsoruk, illetve február 6-án ezek a gyerekek fognak a Farsangon szerepelni. Egy ennél lényegesen huncutabb előadással, egy pajzán farsangolót fognak előadni ezek a gyerekek. A régi korok, hát mondjuk így a farsangi vaskos jeleneteiből lesz egy hát eléggé moderált előadás változat. Azzal együtt azt gondolom, hogy egy ilyen előadás pont az olyan szólásoknak veszi élét, hogy bezzeg az én időmben, hogy és a mai fiatalok ezt szeretik a gyerekek hangsúlyozni? Persze, hát ők ezzel tökéletesen tisztában voltak, hogy ahogy a könyvben is kiderült, akár a Madame történeteiből, akár a többiből, hogy amikor ezt hallják, hogy bezzeg az én koromban, akkor most már csak mosolyognak, mert bezzeg az ő korukban se volt másképp, ahogy a mi korunkban sincs másképp, mint előtte. Csak hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a mellettünk elhaladó idő megváltoztatja alapvetően az embert, tehát sajnos ez vagy jó, nem tudjuk ezt, majd a jövő eldönti, hogy ez igaz vagy nem igaz. Nem maradt más hátra, mint kéz- és lábtörést kívánni a gyerekeknek a holnapi fellépésre, és egy ígéretünk van, a Komédió színjátszó csoporttal itt, ezen a helyszínen is majd láthatják a Bulváros Orosházát.